Köszöntöm az O2 televízió nézőit. A stílus maga az ember. Schiffer Miklós segítségével a következő 30 percben egy kicsit a divat, egy kicsit az etiket, egy kicsit a protokoll világába kalauzoljuk el önöket. Csillagok ezúttal Schiffer Miklóssal. Nem mindennapi meghívást kaptunk Schiffer Miklóstól, hamarosan a külügyminisztérium épületébe érkezik, ahol előadást tart. Mi pedig, ha minden jól megy, belekukkanthatunk az előadásába egy pár perc erejéig. Dr. Schiffer Miklós a 90-es évek közepe óta tart előadásokat állami és közigazgatási szervezeteknek, cégeknek, egyetemeknek. A stílusosság az egész embert, az egész személyiséget körüllengő érzés. A stílust a divattól a minőség különbözteti meg, az átgondoltság és a célzatosság minősége. A stílus által az emberből pontosan körül nem írható magabiztosság árad. Hamarosan Schiffer Miklóssal találkozhatunk, s remélem fél óra múlva mindenki tudni fogja, a stílus maga az ember. Ugye az előtt viselkedés, az, ha alulról indulunk fölfel, akkor mindennapos érintkezések, ezeket általában tudjuk, persze néha az ember az utcájával elgondolkozik, hogy tudjuk-e. De hát illenék tudni, tehát, hogy mikor engedünk be egy nőt egy ajtón, hogy ülünk le, hogyan segítünk neki leülni, a kabátját föladjuk vagy nem adjuk föl, a lépcsőn hogy megyünk egy nő előtt, előtte vagy mögötte, a színházba ki megy be először az első sorba, vagy a sorba, és ki ezért elnézést. Ugye ezek a mindennapos viselkedési, érintkezési szabályok. Alkathoz és korhoz illeszkedő öltözködés. Ez a férfiak esetében nem szokott annyira kérdéses lenni, a hölgyeknél ez egy kiemelt fontosságú dolog, tehát ugye mindig figyelembe kell venni, hogy hány éves ők és az ruhatárnak a stílusát ehhez kell illeszteni, és hát hogy mindig ápolt az öltözködés, ez pedig nyilvánvaló. Ugye hát Giorgio Armani, ő ez az éppen napokon volt 79 éves, ő a divatvilágnak az első számú megmondója, és egy nagyon sikeres üzletember. Ugye ő mondta, hogy az öltözködésünknek a gondolatainkhoz van a legtöbb köze, tehát ami a stílust a divattól megkülönbözteti, az a minőség, a gondolat minősége. A jó stílus milyen? Ugye azt szokták rá mondani, hogy emlékezetes, tehát az a jó stílus ember, akire emlékszem a találkozás után. Egyedi, de mégis beazonosítható. Mert ezekről lesz szó itt most ebben a másfél órában. Majd nagyon fontos fogalom, amit a divat történet egyre gyakrabban használ, az úgynevezett sprezzatura vagy nonchalance, ez a könnyed elegancia. Ez az, amit nagyon tudnak a mediterránok. Tudják a franciák, tudják az olaszok, hogy olyan nagyon könnyed a megjelenésük, és mégis nagyon kitalált. Hát ez lenne jó, hogyha mi elsajátítanánk, mert azért mondjuk meg, és valójában őszintén a kelet-európai térségre ez még annyira nem jellemző. Tehát van egyfajta kelet-európaiságunk, és én általában szókimondó szoktam lenni az előadásaimon, remélem ezt megbocsátják nekem, tehát azért reptéren általában kiszúrom a kelet-európai üzletembert. Az valahogy úgy más, mint a francia. Többet van rajta, keretnyakas póló, hosszú cipő, feszülőfarmer, szóval nem mindenben sikerült elsajátítanunk ezt a fajta nyugati elvárásrendszert. Esztétikai profizmus. Mit jelent ez? Megtalálni a számomra a legjobb színeket. Mik azok a színek, amik nekem megfelelőek? Ugye ez a férfiak esetében annyira nem nehéz, mert főleg a sötétek, kimondhatjuk, de mondjuk a hölgyek esetében ma már az élénk, vidám, mondhatni vad, vagy erős színek is meg elfogadottak, miközben 10 évvel ezelőtt nem voltak azok. Aztán formavilág, mi az a forma, ami nekem jól áll? Kombináció, hiszen a kombinatív öltözködés fontos lenne. A magyarországi férfiak 75-80%-a blokkba öltözködik. Ugyanaz az én, ugyanabban a nyakkendővel, ugyanabban az ingen, az biztos. Vagy azért, mert valaki ezt mondta, vagy azért, mert a felesége ezt rakta össze. Thank you.
mindennapi előadás volt most itt a külügyminisztérium épületében, mert a hely is maga szerintem én sem voltam még egyébként, úgyhogy köszönöm szépen ezúttal is az élmény. Azt gondolom, hogy a téma is egy nagyon érdekes téma volt. Stílusgyakorlatok, mondhatjuk így, etikett, protokoll, illetve. Igen, igen, hát inkább a nonverbális kommunikáció, tehát az öltözködésről szól ez. Ez minden évben egyszer van, amikor az összes Magyarországról külföldre akkreditált nagykövetet egy hétre hazarendeli a miniszter, és akkor itt különböző témákban kapnak, azt gondolom, hogy nagyon fontos tanácsokat, meg eligazításokat, és akkor ezen belül én arról tartok előadást, hogy mik azok a nemzetközi öltözködési elvárások, amit mondjuk ma egy nagykövetnek, vagy főkonzulnak illik. Micsoda akadályokon keresztül, igen, megyünk keresztül. Bele lettünk vezetve a bokrokba, szóval erről szólt ez az előadás. Ami szerintem egy nagyon jó és fontos dolog, hogy a külügyminisztériumnak a vezetése fölismerte azt, hogy egy nagykövetnek nem csak a tudásával és a diplomáciában eltöltött éveivel kell az országot képviselni, hanem avval is, hogy jelenik meg. Hiszen az fontos, és jó lenne, hogy ebből a kicsit pejoratív, kelet-európai semmienségből egy magyar stílusosság születhetne. Bevetődött a kérdés, vajon mikortól kéne tanítanunk a gyermekeknek a helyes öltözködés szabályait. Ez igazából iskolai könyv szinten le sincs írva, hogy hogyan raksz össze egy ruhatárat, mi az, hogy basic ruhatár, mi az, hogy események, mi az, hogy alkalmi, mit jelent, melyik rövidítés, a casual, smart casual. Lehetett látni ma itt, hogy még nagyköveteknek esetében is láttam a nem a bizonytalanságot, de úgy jól esett nekik, hogy ezek a dolgok úgy helyre lettek téve, hogy mitől casual, vagy mitől üzleti egy megjelenés. Senki se úgy született meg, még a koronás fők se, hogy mindent tudnak. Hát nekik is ezt megtanítják, hogy kell viselkedni az asztalnál, melyik villa mire való, mi az étkezési sor, melyik poharat hova teszem, kinek hogy köszönök, kinek nyújtom a kezem, kinek nem, hogy kell viselkedni, kit kínálhatok helyjel, kinek köszönhetek előre, kinek kell megvánom a köszönését, hogy adok át egy névjegyet, mit csinálok a névjegyet, amit átadtam. Ezeket meg kell tanulni, ezt senki sem tudja csak úgy. Ezt mindenki, aki oktatja, az is valahonnan tanulta, vagy elolvasta egy könyvbe, vagy esetleg egy regénybe. Nekem vannak dolgok, amiket továbbadok, és ezeket regényekbe olvastam. Jó írók, fontos gondolatai, amik e köré a viselkedés és manél köré csoportosulnak. Tehát én szerintem nincs ember, aki azt gondolhatja magáról, hogy ezt ő tudja, mert mindenki valahonnan vette a tudását. És ennek az átadása valóban fontos lenne. Tehát rajtam múlna, gondolhatja, én biztos vagyok benne, hogy ezt kéne oktatni. De tudja, azt mondom, hogy általános iskola jó, lehet, hogy az még egy kicsit sok, de mondjuk gimnáziumban már feltétlenül. És például az én fiam most harmadikos volt, és az ő gimijében volt nyitott nap, és engem kértek a diákok, hogy tartsak egy előadást. Szuper. És ennek én nagyon örültem, mert ez azt jelenti, hogy azért van a fiatal generációban egy olyan fajta nyitottság, érdeklődés, ami azért meg fogja változtatni ezt az országot. Én ebben nagyon hiszek. Ezt akartam kérdezni, hogy mi magyarok hol vagyunk most? Kelet-európaiak vagyunk. Tehát benne vagyunk egy ilyen vízmosásos területen. Ezek a csehek, lengyelek, szlovákok, magyarok, románok, érdekes a volt Jugoszlávia más, ott az öltözködés mindig fontosabb volt. Ez az egykori kelet-európai blokk, és persze az oroszokat sokszor kiemelik, hogy az oroszok így, meg az oroszok úgy, ott az, aki gazdag. Annak már van egyfajta, nem feltétlenül jó, de jól felismerhető stílusa, de a kelet-európai országok többségében ez még nem tudott kialakulni. Kevés az ikonunk, ezt az előadás alatt is mondtam, hogy igen, nincs példa. Nincsenek igaz, példaképek, és amikor az embernek igaz. Példaképeket kell felsorolni Magyarországon, és rákérdez, akkor mindenki, ja, hát nem is tudom, ő talán, á, nem ő se. Francia az Catherine Deneuve-től. De miért nincs, mert tényleg sorolja nincsen, neveket. Vagy nálunk ez nem divat, hogy azt mondom, hogy nekem ő a példaképen, mert ez valami én azt gondolom, hogy kettős is, dolog, nem? Nincs is, hát most belegondol így magába. Mondja nekem azokat az ikonokat, úgy magában nem tudja, ja. Mert nincsenek. Tehát mindenki arra hivatkozik, hogy nincs pénze, igaz, meg nincs ideje. Miért? Nehogy már azt higgyük, hogy Olaszországban mindenki gazdag.
Nehogy már azt higgyük, hogy Franciaországban mindenki sportkocsival jár. Ezek téves berögződések a magyar társadalomban, és akkor ez, azonnal választ tudunk adni arra, hogy ja, hát ez pénzkérdés, nem. Ezt a Giorgio Armani is megmondta, hogy a stílus az egyetlen olyan luxus, amit az ember meg tud tanulni. Aztán elkezdtük azt a kérdést is boncolgatni, tulajdonképpen mi is a stílus? Olvastam egy interjújában a következőt, és nagyon már több egyszerre is visszahallottam ezeket a gondolatokat, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy ne arra fogjuk, hogy nincs pénz. Igen, mert ez, hogy egy, ez egy lehet. Nagyon rossz beidegző, hogy nincs pénz, ja, kész, és akkor ebben minden el van intézve. Na de miért van ez? Azért, mert az emberek, mi is itt, amikor itt beszélgettük a kollégáimmal, fú, de mennyibe kerülhet egy ilyen ruha? Ó, egész havi fizetésem, tehát valahogy ez berögződött az a emberek agyába. A stílus az nem ruha kérdése, az egy attitűd. Hát ez, az egy embernek a belső kisugárzása. Tehát én nagyon sok embert ismerek, aki talán már unalmas, hogy mindig ezt a példát mondom, farmerben, fehér ringben több stílusa van, mint egy másiknak két soros csináltatott öltönyben. A stílus az egy belső tulajdonsága egy embernek, amit meg tud élni, amit cizellálni tud, amit finomítani tud, de nem attól stílusos valaki, hogy drágán öltözött. És nálunk például ez így hibásan fog használni. Mert ezt ha talán fogalmát. Valakinek nincs stílusa, azt hiszi, hogy ha drágább holmit vesz, akkor, akkor attól lesz. Nem lesz. Attól nem lesz. Akkor lesz stílusa. Vagy ha a barátnőjét néződ, te ő mibe öltözött ebbe, akkor nekem is az majd biztos jó lesz. Jó, hát ez a barátnők átöltözése, meg egymásra öltözés, ez most még egy másik. Nyitunk egy újabb frontot. De, mert annyi front van. Igen, de a lényeg az, hogy ez egy belülről jövő értékrend, és az embernek van egyfelől a személyiségnek van egy eleganciája. De van, aki a legjobb ruhában sincs semmilyen eleganciája, és van, aki még a futó ruhában is azt mondja, hogy ez ebben van valami. Na ez az a valami, az a bizonyos plusz, amit valakiben érzünk, valakiben nem, valakiben több van, valakiben kevesebb, de én szerintem mindenkiben fejleszthető. Akkor viszont én most, hogy ezeket hallom, azért ennyire mélyre én se vezettem volna magát a stílust vissza, de most azt mondom, hogy ez egy nagyon kemény személyiségfejlesztő tréning. Valahol nem, hogy az ember önmagában megtalálja azokat a jegyeket, amit tud viselni, hordani, vagy el. Persze, ugyanis innentől lesz valaki személyiség. És amikor valaki személyiség lesz, ugye ebbe szoktak belekötni, hogy akkor most ha megmondjuk, hogy mikből áll a stílus, akkor már nem személyiség. Ez nem igaz, mert vannak basicek, amiket lehet továbbfejleszteni. És amikor valaki személyiség, akkor lesz emlékezetes. Miből áll a stílus? Hát az ember maga a stílus. 1735-ben mondták ezt. A ruházat, a manír, a személyiség, az intelligencia, a felkészültség, a kulturáltság, ez mind-mind adja azt, hogy valaki stílusos lehet. Dr. Schiffer Miklós jogász. Kérdésemre elmondta, nyilvánvaló, hogy védő lett volna, és azt is, hogy a papírmunka nem neki való. Már a jogi egyetem előtt érdekelte a divatvilága, aztán sorba jöttek a felkérések, előadások sorozatai. Milyen tizenéves koromban tudom, hogy már rajzoltam ruhákat, de ez nem akarok ilyen történeteket mondani, mint Yves Saint Laurent, hogy már ugye 8 éves korában papírruhákat csinált, mert én nem. De például nagyon tetszett a Stirlitz című sorozat, ami ugye egy második világháborúban játszódó sorozat, és a Stirlitz ugye ez egy szovjet kém, mert ugye hát akkoriban az ilyen filmeket láttunk, tavasz 17 pillanata, és akkor ő egy SS tiszt. Gestapo 10, de SS egyenruhában, és nekem rettentően tetszett az SS egyenruhában. Hát az tök jól nézett, hát fogalmam sem volt, hogy amögött mi a mögötteset, ki tudta. És akkor én csináltam magamból papírból SS csákót, meg SS karszalagot, és hát ez nem volt annyira népszerű a játszótéren, mert hogy szóltak anyámnak, hogy gyereket be kéne hívni, és fogalmam sem volt, hogy ez mi, de tetszett. Mai napig azt gondolom, hogy a II. Világháborús német egyenruhák voltak a világ legjobban megcsinált egyenruhái, mert tökéletesen adták vissza a hatalmat. Tehát a ruha nyelvén megfogalmazott hatalmi jelképek, azok tökéletesen voltak beleillesztve ebbe. Az más kérdés, hogy én természetesen nem értek egyet semmivel, amit ők képviseltek, de a egyenruháikat el kell, hogy ismerjem, mert nekem az a szakmaiság ebben. És így kezdődött valahol, tehát valahol a stílicsel. Meg az, hogy tudtam rajzolni, meg volt egy családi hátterem, ahol azért az igényt, ezt a polgári gondolkodásmódot, meg igényességet megtanították
nekem. Így kezdődött. Ma már másodszor hallom azt a szót, sőt, már hát több egyszer is, hogy példa, példakép. Neked van? Tudom, hogy ezt tudom, hogy mindenki megkérdezi, de nem neteltem meg, hogy nem kérdezem meg, vagy ha nem is az, hogy példakép, hanem aki úgy, úgy hat rád, vagy úgy azt mondod, hogy a te munkáidban, a te gondolkodásmódodban ő benne van, vagy ő mindig igen. Igen, nekem a Cary Grant. A Cary Grant. Ki szerintem egy, amellett, hogy ettenesen jó színész volt, egy olyan stílusikon volt, aki akit nem lehetett rajta kapni, hogy ne úgy nézzen ki, mint ha a skatujából húznák ki. Nekem ez Cary Grant. Te ilyen vagy? Téged mindig skatujá, mert azért én ezt hallottam róla, de egy kicsit úgy, mikor úgy utánad érdeklődtem, hogy a Miklósról egyet úgy, ő otthon is jól néz ki. Tehát hát ő nem tudom, hogy mi néz ki jól, de én igyekszem. Tehát, konkrétan, hogy mondjuk téged otthon lehet látni melegítőben, vagy egy térnadrágban? Tehát... Van bermudám otthon. De ki mondta ezt? Valami nő mondhatta. De majd elmondom természetesen. Elfogom át, de egyébként szerintem ez egy nagyon nagy bók, hogy azt mondják, hogy nem az. Ja, igen, meg azt gondolom, hogy feltételezik, inkább, mint hogy tudnák. Igen, nekem ez fontos. Jó, mert egyszer azt is olvastam, azt mondtad, hogy, és az is nagyon tetszett, hogy rengeteg olyan ember van, aki valamit képvisel, akár színészek többsége, klasszul néz ki, hibátlan, és abban a pillanatban, hogy vége, csapó, vége, összeesik, és igen, jön az ma, a fajta... Ma ilyen Hollywood, ma nincsenek igazából stílusikonok, ma csinált ikonok vannak. Egy Cary Grant, egy Greta Garbo, vagy mondjuk a Grace Kelly, ők valójában olyanok voltak, amit láttál. Tehát ezt nem egy média gépezet találta ki, hanem ő találta ki önmagát. Pedig jó, egy most gépezet. Fordítva van, persze, kitaláljuk gépezet, az embert, kitalál... megcsináljuk, és így úgy... Van. Fölöltözteti valaki Diorba, Yves Saint Laurentba, Chanelba, Tom Fordba, kimegy Hollywoodba, de látom, ahogy mozog a ruhában, látom a részleteket, hogy nem az övé a ruha, csak rá van téve. Ez egy érdekes dolog, ez egy érzés, ez egy feeling, amit én érzek. De ezt szerintem az is érzi, aki viseli, nem igaz, hogy nem érzi. Ma nem zavarja őket, ma hogy ilyen az a világ. Vagy nem az de ma ilyen világ van, ma a világnak az értékrendszere nem a minőségről szól, hanem a pillanatról. Hát én szerintem ma a kapcsolatok, az emberi viszonyok, a minden ilyen. Így vagy úgy, valahogy alakul. Tehát én nekem ez fontos. Az, hogy én mindig skatúja vagyok, törekszem mondjuk rá. Tehát én szeretek... Nekem ez... Tehát nem azért öltözködöm így, hogy ez másnak tessék. Én azért öltözködöm így, mert nekem ez jó. Mert avval, hogy én hogy öltözködöm, avval, hogy egyfelől megtisztellek téged, vagy bárkit, másfelől meg megtisztelem önmagamat. Első könyve 2000-ben jelent meg a férfi öltözködésről, melyet 2002-ben női könyve követett, majd 2007-ben a stílusos épített környezetről írt, 2010-ben illemtankönyve, 2011-ben pedig férfiaknak írt új könyve jelent meg. A könyv az olyan, mint egy gyerek. Tehát az egy olyan eszencia. Egy olyan összefoglalása egy gondolatiságnak, egy emberi, egy emberi életszakasznak akár, mert hiába én nem szép irodalmat írok, sajnos, bárcsak írnék azt is. Frey Tomit rettentően irigylem, jó barátom, hogy olyan jókat ír. Hanem ugye én ilyen szakkönyv és az ismeretterjesztő és a szórakoztatónak valahol a mesdjéit népem jobbra-balra át, az mégis egy mű, az a tied, az, annak a minden egyes betűje, szava, vesszője, a tied. Ez pont azért érzem, mert néha, amikor később kézbe veszek egy könyvet, akkor néha már máshogy csinálnék dolgokat. Egy Facebook bejegyzés, vagy egy blog bejegyzés, hát az ott van jó ki. De egy könyv az ki van nyomva, hogy a papírral, ott van az a fizikai kapcsolat, a fedővel, a tartalommal, a képekkel. Ez egy csodálatos dolog. Tehát én egyébként hiszek a könyvbe, és azt gondolom, hogy hála Istennek azok a fajta jövendőlések, ugye, hogy mondjuk a könyv nem lesz, azt szerintem nem fog bejönni. Tehát marad a könyv egy bizonyos rétegnek fontos, és ebben hiszem. Ahogy így hallgatlak és nézem a kezed, ahogy mondtad a könyvet, meg a borítót, biztos vagyok benne, hogy fontosak neked az illatok is, nem az aromák. Abszolút, jaj, nem, illatmániás vagyok, persze. Na, ezt például nem tudtam, ez ebből az egy mozdulatból. Igen? Igen. Igen, nagyon szeretem az illatokat. Milyen illatokat? Hát alapvetően a női illatokat, de nagyon szeretem a férfi, tehát én nekem kötődnek hangulathoz illatok, emlékekhez. Legutóbb egyébként éppen egy emlék jutott eszembe egy kávéról. A Nespresso-nak egy új
örlemény, amikor karamell íz és a kávé össze van keverve, és azt mondja, hogy karamellító. És akkor eszembe jutott egy nő, aki az életemben fontos lehetett volna. És akkor ezt leírtam. Tehát nekem ez egy illat, ez egy ízre jutott eszembe, de illatok vannak kölnik, amiket hát egyszerűen nem megőrülök, ha más nőn érzem meg, mint akin én azt megszoktam. Mert zavar, hogy az nem ő. Tehát az illat, illat vezet, mint egy sorvezető. Vagy vannak nekem is illataim, amiket én szignifikáns illatoknak érzek, mert az az enyém. Tehát egy ideig megvettem mindent, ami új volt. Mentem a polcon, nem mindent, de sokat. Bizonyos márkákat soha nem. Mert vannak márkák, amikkel nem tudok egy azonosulni. És bármilyen jó lehet az illat, nekem a márka is eszembe jut, és abban nem tudok. De ilyen kevés van. És aztán rájöttem, hogy ez ezért nem jó, az azért nem jó, az azért nem jó. Ilyen, hál' Istennek volt, amit akkor életemben kedves apósomnak adtam, akit nagyon kedveltem, és ő aztán egy üveggel, amit én egy év alatt nem használtam, mert ezt egy hét alatt magára szólta. Most ott a fiam, aki 18 és fél, hát ő nagyon szereti ma ezeket a dolgokat, és én ebben például azt érzem, hogy beszűkültem, és jobban vannak szignifikáns illatok, amik csak az enyémek. És akkor azt egyébként onnan tudom, hogy nekem tetszik, meg hogy a nők visszakérdeznek. Tehát az a jó illat egy férfi, amikor nők megkérdezik, ez mi? Oda figyelni kell, ez jó. És akkor van ilyen, van, aminek meg sem mondom a nevét, mert hagyma adjon az enyém. Egyébként nem szoktam használni ilyen szokványos, tehát amit mindenki használ. Mert az engem valahogy elveszi a egyénisége az ilyen illatoknak. Ugyanezek az ételillatok, most elkezdtem főzni egy ideje. És kifejezetten élvezem, ahogy az ételek, ahogy alkulnak, és hogy az illatvilág változik. És Férfiak nagyon tudnak főzni, ha szeretnek. Nem tudom, hogy nagyon tudnak ennek. Mert bátrak, kísérletezően bátrak. Igen, én ezt látom magamon, fiam szerint is bátor vagyok. Ez úgy alakult, hogy én nekem mindig olyan párjaim voltak az életben, akik jó főző nők voltak. Volt, aki egészen magas szinten főzött. Tehát tényleg szerintem fantasztikus volt, és nem kellett nekem főzni. Tehát el voltam kényeztetve. Plusz gondolom, hogy nem is akartam még egy fronton nyitni egy csatát. Vagy egy háború. De nem, ez most komolyan, tehát nagyon jól főztek. És egy ideje most ez nincs így, tehát a fiammal egy kettesben élünk, ami nagyon pikás, meg jó. 18 és fél éves gyerekkel együtt élni, az maga a megfiatalodás. És elkezdtem főzni, és ő is. És valamikor hazajövök külföldről, és meg van nekem főzve. És akkor oda jött Citlő, hogy apa, ma ezt főztem, hát Isten. Jó, nem főzünk nagyon bonyolultakat, tehát nem próbálom a Bruno & Bruno-val, Herceg Zolival fölvenni, és az ő séfjeivel a verseny, de jó, rákos tésztákat, halakat, ilyen könnyű dolgokat megsütök, megfőzök. Egyébként én könnyűt eszem. Én nem vagyok magyar gyomrú, tehát én ezeket a... Ez a túros csúszó marha pörköltel együtt. Ezt én meghallom. Megint egy csomó csatornát nyitottál meg, és szerintem a nézők is biztos, hogy volt három olyan szó, amire vissza kell, hogy kérdezzek. Na melyik az a három? Nekem a boldogság és a nők és a harmónia az életben nyilván, mert azt mondom, hogy szakmailag abszolút a boldog és kiegyensúlyozott vagy. Igen, és ezt mondtam? Nem, ezt látom rajta szerintem, értem. És érzem azt, hogy nyilván volt egy olyan mondatod, amiért azt mondom, ha válaszolsz, válaszolsz, ha nem, hogy a boldogság, a párkapcsolatok az ahogy éreztem is rajtad, hogy van egy kis fájdalom, vagy egy visszaemlékezés, vagy egy múltbéli illat. Nem feltétlenül a múltbéli illat az nem azt jelenti feltétlenül, hogy negatív kapcsolat. Persze, negatív az élmény. Én voltam már párszónős. Jó, ezt nem mertem mondani. Ó, hát semmit. Ha szeretnéd, mondod, ha nem, nem. Nem, voltam párszónős. Nagyon különböző nőkkel találkoztam, nagyon más életszakaszokban.
nagyon az más helyzetekben. Nem. És azt gondolom, hogy mindegyik kapcsolatomból tanultam, belőlem tanultak ők, vagy tőlem, vagy egymástól. Most egy olyan időszakot élek, hogy most egyedül vagyok, másfél éve, vagy hát ez is bonyolult, hogy most mi az egyedül. Na mindegy, szóval nem vagyok fix kapcsolatban. Ez jó vagy rossz? Olyan érdekes, hogy mindig másként éli meg az ember, mert van, amikor jó egy picit pihenni. Igen, én azt gondolom, hogy így most én 48 éves voltam pár napja, hogy ez most nem rossz. Tehát én most ezt nem élem meg egyáltalán rosszul. Kicsit csúsztatok, mert nem élek egyedül, mert mondom, velem él egy 18 éves fiúval maga hihetetlen életével, és kiélvezni minden pillanatát. Imádni való, és ahogy udvarol, és amikor beszélünk, és a barátai, és közben egy nagyon jó viszonyunk van, mert fölhívott éppen most, hogy följöhetnek a haverok, és ilyen játékokkal játszanak. Tehát, hogy Olivia nagyon tiszteltudó gyerek, de ugyanakkor meg már egy kis felnőtt. Szóval nagyon érdekes ez a kettősség, hogy születésnapomnak kapok tőle egy manzsektagom tartó dobozt mondjuk, ami egy fantasztikus, szép és nagyon eltalált ajándék, de közben rajzol még nekem az egyik videójátékból egy erős katonát. És ír nekem rá pár nagyon megható személyes. Na, tehát, hogy ezek nagyon jó dolgok. Én egyébként nőimádó vagyok, tehát engem nem tudnak a vállások sem elkeseríteni. Nem, mert azt gondolom, hogy az ember minden egyes tette valaminek a következménye, vagy minden következmény valaminek a következménye. Előtted van még az élet szerintem abszolút. Sokan mondják. Nem tudom, hát én most úgy nem akarom magam nagyon lekötni. Nagyon élvezem a szabadságnak a jó értelemben vett részét. Én bepakolok a mosogatóba, van, amit elmosok kézzel, mert tudom, hogy úgy kell. Tehát lehet élni így is. A kézzel varrott Siffer Miklós ingeket? A kézzel varrott. Nem, azokat az ingem. Az egy külön dolog, mert amikor elváltam, akkor az édesanyám, aki hihetetlen, jó Isten tartsa meg, hogy kondícióban van 80 évesen, ő mos és vasal a két fiúra. És nagyon is büszke is vagy rá, én úgy jó, tudom, persze, hogy nagyon... Jó, persze, fantasztikus. Tehát egy hihetetlen, ő a vaslédi kategória. Tehát ő azt a generációt képviseli, 79 éve, mondjuk messzi 80-79 éves lesz, aki megélt ugye egy második világháborút, megért közben egy Horthy rendszert, nem rosszul, mert az ő családjának az annyira nem volt rossz, de azért mégis megélte azokat a nehéz éveket, aztán jött egy államosítás, mindent elvettek, utána jött egy 56, utána jött egy nem túl jól sikerült házasság, és az anyámon azt látom, hogy most is boldog, és mosolyogni tud, és jókedvű, és néha azon gondolkozom, hogy mi milyen gyenge kis generáció vagyunk már ő hozzájuk képest, sajnos az utánunk jövők meg hozzánk képest gyengébbek. Miklós 5 éve az Anna Bál zsűriének elnöke, melyet megtisztelő feladatnak tart. Az Anna Bál egy tradíció, és én imádom a tradíciókat, és nagyon sajnálom, hogy mondjuk Budapesten megszakadt az Opera Bál. Nem azért, mert frakkot lehetett fölvenni, hanem a tradíciókra szüksége van egy nemzetnek, egy népnek. Teljesen mindegy, hogy ez most milyen színű az a tradíció. Tradíció. A bécsi Opera Bál az azt hiszem egyszer maradt el, azt hiszem 55-ben, de lehet, hogy még akkor sem. Tehát attól tradíció egy tradíció, hogy tradíció. Az pedig attól tradíció, hogy mindig meg van tartva. A bállal az a baj, amikor valaki ott túl sok és túl mély értelmeket keres. Mitől lenne? Hát ez, akkor el kell menni filozófia előadásra. Hogyne. Tehát egy bál az bál, oda elmennek az emberek szórakozni. Ki táncolni, ki nevetgélni, ki mindenki másért megy. És akkor nem szoktam a szeretni azt, csúnyán mondva, hogy ülünk, és akkor jaj, ez már megint ilyen, meg milyen legyen. Tehát van tánc, van szépség, mármint Anna Bál szépe verseny, vannak jó ételek, italok, van zene, van hangulat, van cigányzene, ki lehet menni szivarozni a teraszra, ha valaki szivarozik, én már nem, de régebben szivaroztam, és akkor jó, hát most ez van, ilyen egy bál. Azt mondom, de őszintén. Győrben is voltam bálom többször is. Amébia bálon. Igen. Igen. Milyen jó, fantasztikus bál volt. Fantasztikus. Fantasztikus is, most is nagyon-nagyon jó, és szerintem megvan benne minden, ami nekem én, tehát az elegancia, a szórakoztatása, minden, mivel hogy egyben van minden. Úgy nem engem is... mindig Bogisics Feri hív, aki egy igazi lokálpatrióta, és mindig ott van a helyem, és nagyon szívesen jövök, tényleg. Én pedig most köszönöm meg Deling Gabinak azt a segítséget, amit adott, és kérdezte, hogy ki mondta, mondtam, hogy el fogom árulni. Gabi mondta, így Gabi van. Mondta? Igen, és a Feri mondta, így van, így van.
szoktam annyit gondolkodni azon, vagy tötyörögni, vagy úgy idegeskedni, most mit vegyek fel, de amikor úgy elgondolkodik az ember azon, hogy most kivel is ülök le, akkor azonnal van az emberben egy hoppá. Szóval milyen vagy magánemberként? Megnézek. De őszintén. Őszinte vagyok, én mindenkit megnézek. És magadba elemzed? Igen. Beszkenelem. Ez igaz. Tehát azt mondták, már volt egyszer egy hölgyel vacsoráztam meg, és mondta, hogy te jó Isten, maga mindenkit megnéz. Ez igaz. Tehát így áll a szemem. Mint egy CIA ügynök. De várjál, ez miért fontos neked? Ilyen vagyok. Ez nem fontos. Utána elemzed? Hát valamiért szeret? Nem. Nem úgy, hanem, hogy leveszed, hogy ebbe ez jó volt, abban meg abban jó, nem. Nem, a jókat jegyzem meg. A rosszat nem, abban olyan sok van, hogy ezt nem tudom megjegyezni, de a jó az nagyon sok hibát követnek az emberek. Mi az, ami idegesít téged egy emberben? Alapvetően az ápolatlanság. Az idegesít legjobban. Másodfokban a harsánság, harmadsorban a műveletlenség. És a műveletlenséget látom a ruhába. Ez mindig visszaköszön? 100%-osan? 100%. És ilyenkor mit csinálsz? Szólsz? Hát tehát, hogyha olyan baráti társaságod van, dehogy szólok. Most például kickeneltél be a fejedbe, látom. Most egy fehér Mercedes-t. Jó, értem. Csak azt néztem, hogy milyen, nagyon szép. Vagy például a baráti társaságban tőled kérnek tanácsot. Persze, meg én meg is mondom, barátoknak szólok. Azt mondod, te ez ciki, ezt nem. Nem, azt nem, hogy ciki, hanem azt mondom, hogy ezt ne vedd föl többet. Ez nem jó. Csak általában elfogadja. Szeretik, ha megmondom. Tehát, de ez nem bántó. Tehát ezt úgy értse, ez nem ilyen tolakodó, bántó. Én nem vagyok az, aki oda megy és mondja, hogy levágja a nyakkendőjét, meg ilyen szimpadős dolgokat csinál, csak mondom, hogy ezt most ne, többet ne hidd, de ez nem jó, hanem helyette azt. Tehát én szerintem az a megoldás, amit mindig szeretek például politikai vitákban is, valaki nem kritizál, hanem megoldás mond. Tehát azt mondani, hogy maga hülye, oké. Maga ezt rosszul csinálja? Oké, de hogy kéne csinálni? Én ezt csinálom helyet. Erre szokták azt mondani, hogy probléma nincs, csak megoldandó feladat. Hát egyébként ez egész élet. Az egész élet egy megoldandó feladat. Ha egy 10 év múlva beszélgetünk, vagy találkozunk, mit szeretnéd, hogy addigra mi legyen? Tehát most kérdeztem, el akartalak vinni az üzletbe. Mondtad, hogy oda nem tudunk menni. Ja, mert a kiskereskedelme az nekem a múltamat jelenti, nem a jövőmet. És mit szeretnél a jövőben? Tehát mikor leszel te, mondjuk, nem azt mondom boldog, én úgy gondolom, hogy te boldog vagy. Én boldog vagyok, én egyre többet foglalkozom belső építészettel. Tehát egy következő lépték, tehát az emberi közvetlen környezetnek a megszépítése az engem nagyon érdekel, és vannak ebben nagyon komoly ajánlataim, főleg külföldön. Környezeti dekoráció és a belső építészet érdekel, aztán a tanácsadás érdekel, ott vannak Kína felé lépéseim, de még azt gondolom, Kína hogy... Kína felé? Igen, hát ott van piac. Nem gondolom, hogy nem fogok Magyarországon élni, de azt gondolom, hogy csak részben. Mit tanácsolsz azoknak a fiataloknak, nagyon sok van belőlük, akik ebben a világban szeretnének érvényesülni? Szolgalom, mi kell hozzá? Szolgalom, rengeteg alázat, és nagyon sok munka. Tehát el kell ahhoz olvasni 50 könyvet, hogy az ember írjon egyet. Körülbelül ez az arány. Nem csak szakmai. Magyarországon van keresni valójuk? Hát... Mert én ezt nagyon-nagyon-nagyon sok fiatal kapom meg, hogy nagyon sokan keresnek meg a Facebookon, hogy adjak tanácsot ebből a szempontból, és néha már talán egy kicsit nyers vagyok.
ez a Facebookos kommunikáció is egy nagyon nehéz dolog, mert ugye aki ír levelet, ő azt hiszi, hogy csak az az egy levél van az én életemben, közben van azon kívül egy nap 20. És én minden levelet fontosnak tartom, csak egyszerűen nincs erre nekem egy apparátusom, aki ezeket megválaszolja. Most már legalább akkor... aki nézi, az tudja, hogy ez körülbelül hát így zajlik. Ez így van. De azt szoktam írni, hogy keressen valami jobbat. Tehát ez Magyarországon, sajnos Magyarország az nem az az ország, ahol ennek nagy volumenben lesz felvevőpiaca a jövőben egy ideig. Ahhoz egy... jönnek ezek a rosszabbak, hogy combosabb gazdaság kell, meg egy nagyobb, jobban teljesítő gazdaság, ami egy olyan plusz anyagi helyzetet tud teremteni a piacon, amiből az embereknek ebből jókedvűen költik a pénzt. Tehát azért most itt a jókedvű pénzköltés az annyira nem jellemző. Én azt gondolom, hogy a világon se, tehát most ez nem akarok én ilyen, hogy csak nálunk nem, hanem most nem az az időszak van. Ezért vannak új piacok, Ázsia, Kína, de hát ott meg a saját, az a specialitás, a sajátosság, a kínai mentalitás, az igen, az nem igen, a nem, az nem nem, a talán az biztos, a biztos az talán, tehát más az emberek közötti információcsere, máshogy kell értelmezni ugyanazt a szót. És akkor 10 év múlva, ha találkozom veled, lehet, hogy Kínában fogunk ülni, ahol egy hatalmas belső építés stúdióban. Hát nem mondom, nem, Kínában biztos, hogy nem. Szerintem Kínában inkább az ilyen stílus tanácsadás dolog, ami engem érdekel. A belső építészet, a környezeti kultúra, a változás, vagy szépítés, az inkább Nyugat-Európa, méghozzá inkább a Côte d'Azur, a déli térség, engem ott van egy nagyon jó barátom, aki ott már nagyon aktív és tevékeny, és szerintem ahhoz fogok egyre intenzívebben kapcsolódni. Olivier-nek ebben mennyi szerepe lesz? Olivier, ha minden igaz, építész lesz. És ez nekem nagyon tetszik, nem befolyásolom őt. Őt a tanárai emlékeként katasztrofa, hogy közgazdászt akarnak belőlem. Miért? Hát vége, valaki építész akar lenni. Ő nagyon szeret Magyarországon lenni, miközben egy hihetetlen kritikus gyerek, és nagyon látja az itthoni problémákat. De ő szerintem itt elvégzi az építészkart, aztán majd meglátjuk. Én azt gondolom, hogy köztünk mindig lesz egy olyan szinergia, minket össze fog kötni. Rengeteget tanult tőlem, és tudom, hogy a példaképe vagyok mindenben. És én örülök igazából, hogy olyan szakmát választ, ahol ezt a fajta érzékenységet, a tárgyi kultúra iránti kiszoltságot ezt fogja tudni kamatoztatni, mert nyilván rengeteget lát tőlem, meg tanult tőlem. Én apró ajándékot hoztunk neked, és én azt hová tettem. Na, az ajándékom is lesz, az jó. És igen, eltűnt? Igen, igen, eltűnt, mert azt szeretném neked megköszönni, hogy ránk szántad ezt a délutánodat. Köszönöm. És örülök, hogy találkoztunk, meg megismerkedtünk, és jössz sokat Győrbe, és most bonts ki, légy szíves, ez a tiéd. Köszönöm. Egy nagyon apró, pici kis meglepetés fogadtunk szeretettel. Illetve Horváth Ottótól, aki majd vár téged. Naj, de jó! Elmész a Rábordelbe és bulisztok egyet. Belzsembi, szerintem ott én voltam már. Igen. Voltam, az egy jó. Kiváló a Söreiről. Tudom. Én, Ferivel voltam itt, mert igen, Feri, igen. Mondom, Feri az a győri. És ha én Győrben vagyok, akkor Feri visz pontról pontra, és mindig meggyőz, hogy Győrnél nincs jobb város. Remélem, hogy így lesz. Köszönöm. Nagyon kedves. Köszönöm szépen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Csillagokban a Star Puzzle-t ezúttal Schiffer Miklóssal raktuk ki. Viszontlátásra! Főtámogatóink. A belga étterem a Hotel Rábában. A műsorvezetőt öltözteti Tiffany Divat Mosonmagyaróvár. A műsorvezető haját a Jazz Hajszalomban Rolkó Nóra készíti. További partnereink. Bort Resort, Patent Security.